Víz a növények életében ugye az egyik meghatározó környezeti tényező, így nem mindegy számukra, hogy milyen talajban fordulnak elő, és ennek mennyi a víztartalma. Innen az udvarunkról gyűjtöttünk egy nedves talajmintát, és ennek a talajmintának fogjuk most a víztartalmát meghatározni. Mérleg segítségével 10 g vizes talajmintát, nedves talajmintát ki fogunk mérni. Tárázzuk a mérlegünket, hogy csak a talajnak a súlyát mérjük le. És a nedves talajmintánkból 10 g-ot kimérünk. És ezt a 10 g nedves talajmintát most szárítószekrénybe helyezzük, és fél órán keresztül 60 fokon fogjuk szárítani, és megnézzük, hogy mennyi lesz a tömege a szárítást követően. A szárítást követően lemérjük a talajmintánknak a tömegét, és jól látható, hogy 10 g-hoz képest több mint 3,5 g-mal könnyebb lett, tehát az elpárolgott víznek a tömege az több mint 3,5 g volt. És ebből meghatározható, hogy ennek a talajnak mennyi volt a víztartalma százalékos arányban.